Szép napot kívánok, ez a Sportverda, Magyarország első sportautó műsora, annak is a 16. adása, én pedig Tordai István vagyok. Ez pedig itt bizony a C63 AMG Mercedes, a világ egyik legkedveltebb sportautója. Ha gondolják, tartsanak velem az elkövetkezendő 3/4 órában. Adam Opel 1863-ban életre keltett egy kis családi vállalkozást, amely kezdetben varrógépeket, majd később kerékpárokat is gyártott. A törekvő cég kisvártatva Európa vezető varrógépgyártójaként tündökölt, de ez még mind csak szánypróbálgatás. Új utakat keresve az 1800-as évek végén beszálltak az akkor születő autóiparba, és ennyi év távlatából azt hiszem joggal mondhatjuk, jó tették, hogy nem horgonyoztak le a varrógépeknél. Opel Corsa. De minek utána a Sportverda egy sportautó műsor, így ez a Corsa sem egy egyszerű Corsa, hanem egy sportmodell, jelesül GSI, azaz Grand Sport Injection, magyarán nagy sport befecskendező. E három betűt kezdetben 1985-ben a Manta tudhatta magáénak, majd ezt a jelzést megkapta a Kadett és az Astra is, hogy azután egy jó időre valamiért eltűnjön. Mindjárt visszavigyorogva, azt hittétek. És hogy miért élesztették újra? Valószínűsítem azért, hogy nagyobb legyen a kínálat. Van ugye a hagyományos Corsa, a nagyon sportos OPC, és most a kettő közé beékelték a GSI-t. Két ember megy a sivatagban. Az egyik nő, a másik csökken. Nézzük, hogy mitől is olyan sportos ez a Verda. Az amúgy vidám kis autónak elég mérges arcot kölcsönöz az első lökhárító, amelyben helyet kapott kettő darab légbeömlő, vagy másképpen szólva kopoltyú. 17-szoros könnyű fémfelni, küszöbb spoiler, ezzel érdemes vigyázni, mert könnyen leér. A hátsó lökhárító is kapott egy toldatot, itt pedig egy szárny ékeskedik, de mindez csak optikai tuning. A lényeg ott van elől. Az 1600 köbcenti soros négyhengeres turbomotor bizony 150 lóerőt képes kipréselni magából, 5800-as fordulatszámon. A nyomaték értéke az 210 Nm, de már 2000-nél jelentkezik. Az autó súlya pedig meglehetősen pici, mindössze 1100 kg. Ezeknek a számoknak a tudatában azt hiszem nincs mit csodálkoznunk azon, hogy 210 km/h a végsebessége és 8 másodperc alatt van százon. Most pedig, mivel ez egy, hát alapjában véve nőies, szeretnivaló kis autó, elvisszük egy találkára, jelesül Bálint Antóniához, és meglátjuk, hogy a szebbik nem képviselőjének a szívébe tudja ellopni magát. Meg is van Antónia, itt van teljes pompájában. Hát, hello! Szia! Szereted-e az autókat? Nagyon, főleg a gyorsakat. Opel Corsa? Volt Opel Corsa egyébként. Na, az nem volt annyira gyors,
mert azért ugye mindennapi közlekedésben nem biztos az a fontos, hogy odalépjek és menjen. De mondjuk olyan hosszabb úton azért jó, de hát sajnos Magyarországon nem lehet olyan nagyon gyorsan sem menni, de szeretem, hogyha odalépek egy autónak, és akkor ez így kitüzel. Ez nagyjából olyan egyébként. Igen? Egy pici, de 150 lóerő. Viszont te fogod elmondani, hogy milyen, te fogsz tesztelni, és a nézőknek tudásodról számot adni, hogy úgy mondjam. Na nézzük. Először is, mi az? 5 lába van, abból 2 egy picit szőrös. 5 lába van, 2 egy picit szőrös? Fogalmam sincs. Kislány a zongoránál. Na, induljunk! Ő lenne az? Tetszik? Miért? Kis dög. Dögös. Dögös? Nagyon jó a szeme. Ez biztos a kislány autó. Ilyen szép szemmel csak kislány lehet. Mérget kislány, de mindjárt meg fogod látni. Nekem volt Corzám, és ez a középső konzol, ez mindenféleképpen egy újítás, mert ez a zongor alak kinézet, ez ugye teljesen más, tehát ez nem egy megszokott, és szerintem nagyon szépre sikeredett. Hát itt van az az elég vaskos bőrkormány, és itt azt látom, hogy az alja le van csapva, ez miért van? Azért, mert ez egy sportkormány lenne, és a sportautóknál nagyon fontos az, hogy lapos az autó, tehát minél jobban kihasználják a helyet, könnyebben be tud tenni a lábad. Há. Mondjuk az az igazság, hogy én maximálisan így fölemeltem magam, az mondjuk nagyon tetszik, hogy annyira föl lehet emelni magam, hogy így rálátok az egész útra, de mondjuk én még mindig nem érek el ide. Igen, amikor emelted magad, én már attól féltem, hogy igen, nyitunk a tetőt. Na, mert hogy van, na most ezt megmondom őszintén, hogy eddig észre sem vettem, hogy van tetsző alatt. Nézzük a kislányt. A zongoránál. Valaki fenébe rúgott alulról. Micsoda? Valaki alulról fenébe rúgott. Na, jó, csak. Nem mondom, milyen ez. De mérges. Na, kettesből. Hoppá, kettesből is nagyon. Összességében szerintem nagyon jóra sikeredett ez a kis autó. Először is nekem kívülről nagyon tetszik, mert olyan kislány formája van, ami ugye a szép szemek miatt van. Ez persze nem azt jelenti, hogy nőies. Én a szép autókra mondom, hogy az biztos, hogy kislány. A zongoránál. A zongoránál, igen. Viszont ugye egy mérges kislány, mert azért, hogyha odalépek neki, akkor aztán nagyon száguldozik. Feltámadt poraiból az egykori keletnémet sportautó, a Mercus, ismét megvillantotta a tehetségét a holland Spyker, és még sorolhatnám. De sorolni is fogom, mert most jönnek a sportautós világ hírei, vagy ha úgy tetszik, lapszemle. Első körben Sportautó magazin, kérem szépen, ha hiszik, ha nem, az egykori NDK-ban nem csak Warburgok és Trabantok égtelenkedtek, hanem volt egy Warburg motoros ugyan, de sportautó, Heinz Mercus, híres autóversenyző, a 60-as években úgy döntött, hogy a saját neve alatt épít egy versenyautót, RS1000 néven, most pedig pontosabban tavaly a frankfurti autókiállításon az alapító fia és unokája úgy döntött, hogy felélesztik a legendát. Hát ez már lényegesen modernebb, Warburg motor helyett Toyota hajtja, 270 lóerős az 1.8-as gépezet, és mindössze 960 kiló, tehát olyan 4,6 másodperc környékén gyorsul 100-ra. 30 millió forint egyébként az ára, és 25 darabot terveznek belőle, tehát tényleg exkluzív lesz a gép. Spyker. A holland Spyker megint nagyszerűt alkotott, C8 Aileron. Hát repülőgép iklette a gépet, ez leginkább a kerekeken látszik, amelyek turbinákhoz hasonlítanak, és a vadászgépekre pedig a légbeömlők hajaznak erőteljesen. Egyébként 4200 köbcentis motorja van, amely Audiból származik, és hát 400 lóerőt tud teljesíteni. 53,5 millió forintba kerül, tehát valószínű nekünk ez álom fog maradni, és maradnak az olyan Spyker vásárlók, mint Jennifer Lopez és Missy Elliott. Bide magazin, Hot Rod kultúra. Magyarországon egyébként folyik a hot rod építés, hála az égnek.
a 2010-es EMAT, tehát a járműépítők éves sereg szemléjének győztese. Hát ezúttal egy sokkal inkább rozsdás, mint csillogó-villogó autó lett, de a alkotók elmondása alapján ez direkt van így, 8 év rozsdája égtelenkedik rajta. Kérem szépen, ez lett a színe az autónak. Csak ránézése annyira elhagyatott szegényként, ugyanis teli van modernebb megoldásokkal. Például a légrugóknak köszönhetően 15 cm tud fel és le mozogni az egész autó. Minden báját elég tárja gépháztető hiány egy 6600 köbcentis V8-as motor, 1977-es Oldsmobile-ból származik. Az alkotók egyébként Bencsik Balázs és Szabó Attila, tehát ők a tulajdonosai és megálmodói ennek a Citroennek, mert hogy elvileg ez az lenne. Gratulálunk a díjhoz, és reméljük, hogy valamikor vendégül láthatjuk őket. Lóerő magazin. Hát a GTA motor tulajdonosa nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanis a spanyol úriember elhatározta, hogy épít egy olyan autót, amely kenterbe veri a Porsche-t, a Ferrari-t és a Lamborghini-t is. Lelövöm a poént, sikerült neki. Az autó GTA Spano 2010 névre hallgat. Nem csak hogy gyönyörű, de tényleg brutális lett. 780 és 840 lóerős változatban rendelhető. 2,9 másodperc alatt pendül 100-ra, erre most jelenleg csak a Pagani Zonda R képes. Az árát nem árulták el, de szerintem jobb is, és az sem, hogy mennyi a végsebessége, annyit mindössze elmondtak, hogy 350 km/h felett. Itt a végén találtam egy érdekességet, hát a Porsche Panamera a négy ajtójával alapjában véve egy elég szép autó. Nos, a svájci Marsali cégnek sikerült ezt elrontania ezekkel a színekkel, ellenben ami figyelemre méltó, az az, hogy a 4,8 literes turbomotorból még kicsaltak 190 lóerőt, így most a villám V8-asa 690 paripát tud felmutatni. Kerekeken 800 Nm-es nyomaték leledzik, és hát önmagáért beszél az, hogy 330-al megy. Ez egy családi autótól elég becsületes. Nemrégiben sikerült táncra penderítenünk az Audi legnagyobb sportautóját, az S8-ast, amelynek az orrában a Lamborghini Gallardo-ban is szolgáló 5200 köbcentis 10 hengeres V-motor domborít. Most pedig itt van az S8 alapja, az A8, amelyben a legnagyobb örömömre egy hatalmas dízelmotor van. Aki pedig elhozta nekünk ezt a hatalmas gőzmozdonyt, az Tóvízi Attila, és mindjárt itt az elején eszközöljünk egy röpke összehasonlítást, hogy miért örülök én annyira annak, hogy ez egy dízelautó. Igen, ez egy 4.2-es TDI, tehát 4200 köbcentis turbodízel, gyakorlatilag 326 lóerőre képes maximálisan, és ezt 3750-es fordulatszámon adja le, tehát igen, alacsonyan. Az S8-as esetében ez az érték egyébként 450 lóerő, tehát jóval magasabb, de jóval magasabban is jön 7000-es fordulatnál. Igen, viszont a maximális forgatónyomaték itt már 1600-as fordulatnál rendelkezésre áll, ami 650 Nm. 650 Nm? Hát a sportgépnél ez csak, idézőjelben csak 540 Nm, és 3500-as fordulat környékén jelentkezik, tehát elég magasan. Itt viszont, ha jól tudom, szinte alapjáraton. Így van, igen. Amint mondtam is az előbb, elég alacsonyan, tehát 1600-as fordulatnál már rendelkezésünkre áll. Tudom, hogy a németek nem igazán szokták telipakolni az autókat alapjáraton extrával, de ebben azért gondolom van jó néhány. Így van, hát minden extraért igyekeznek felárat kérni. Ebben az autóban is van néhány extra, ilyen például a teljes bőrbelső, a négyzónás klíma, a DVD lejátszó, a TV, navigáció, nekem a nagy kedvencem a fénytető, extra hifi van benne az autóban, illetve 19 szoros könnyű fémfelnivel van szerelve, tényleg csak a teljes igénye nélkül ennyi. Elég, hogyha csak egy picit rálépünk a gázra, és abban a pillanatban tapadni fogunk a bőrfotelekbe, ugye? Így van. 5,9 másodperc alatt vagyunk 100-on. Gyakorlatilag és gyári állapotban ennek az autónak 250 km/h a végsebessége, de mi egy kicsit megbuheráltuk, úgyhogy jelen állapotban ez az autó 300 km/h képes. Azt most ne nézzük meg, de szerintem egy egészséges padló beleférhet. További összehasonlításképpen, hogy ne csak az Audikról beszéljünk, ez a gép vagy ugyanúgy, vagy jobban megy, mint a BMW 645 CI Cabrio.
és rossz hírem van az Infiniti tulajdonosoknak, mert az Infiniti G37 kupé sem kivétel. Így van, és a dízelnek van még egy nagy előnye. Egyrészt, hogy gázolajat fogyasztanak, és abból sem túl sokat. Ez az autó 9,5 és 10 liter közötti üzemanyag mennyisége meg elégszik. Ezekhez a brutális teljesítmény adatokhoz, amint látják, egy hatalmas test társul, több mint 5 méter hosszú, közel 2 méter széles, a súlya pedig több mint 2 tonna. Hogyha meríteni akarok valamilyen hasonlatot mondjuk az állatvilágból, akkor a grizzly jut eszembe. Hölgyeim és uraim, ha hiszik, hanem a grizzly medve 50 km/h képes futni húzamosan, 100 méteren belül pedig elkapja a vágtázó lovat. Ez az autó pont ugyanilyen. Egy hatalmas dög, amiből semmit nem nézünk ki, azon kívül, hogy egyébként szép, de úgy megy, mint a veszedelem. Mennyibe kerül? Az újjára 29 millió forint. 29 millió forintért kapunk egy ilyen veszedelmet, és ha nekem nincsen 29 millió forintom, akkor hogy tudok egy ilyenbe beleülni? Ha nincsen 29 millió forint, akkor a legegyszerűbb módon úgy tudsz beleülni, hogy kibéreled. Gyakorlatilag mi biztosítunk hozzá sofőrt, neked pedig csak bekerülni a hátsó ülésre, és úgy érzed magad, mint egy miniszterelnök. És mennyibe kerül az, hogy én úgy érezzem magam, mint egy miniszterelnök, és mennyi ideig lehetek miniszterelnök? Ha mondjuk 4 órára szeretné miniszterelnök lenni, akkor 40 ezer forintba fog kerülni. A rovat támogatója az aerobogo.hu. Világmárkák gyári áron. Most pedig következzék egy olyan sportautó, amelynek úgy vélem semmiféle felvezetőre nincsen szüksége. A képek elé mindössze csak annyit tudok mondani, hogy lássunk csodát. Mercedes 190 SLR 1955-ből. És aki képes volt arra, hogy ezt a csodát felébressze 55 éves álmából, az Varvasovszky János. Se kilincse, se szélvédője. Mivel ez egy versenyautó, ez a Mercedes 190-es SL-nek a Rennwagen változata, az a verseny változata, csak 1955-ben gyártották, és ez egy 1955-ös gyártmányú 190-es SL-er rekreáció. Azért mondom, hogy rekreáció, mert összesen 17 darabot gyártottak az eredeti versenyautóban, aminek a nagy része megsemmisült, illetve hát gyűjtőknél kötött ki, vagy múzeumokban. Mit tudott egy versenyautó 1955-ben? Nem sokkal több, mint 1000 kiló, 140 lóerő, ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag teljesen kikönnyítették az autót. Nincs rajta kilincs, kicsi szélvédő, nincs benne fűtés, nincs benne ablaktörlő. Gyakorlatilag az élet funkciói tekintve ez egy versenyautó, tehát ezen minden, ami felesleges, ami luxus, ezen nincs. A minimalitás jegyében nincsen kilincs, de azért be lehet szállni. Egy picike húzalt kell itt meghúzni itt az ajtón belül, és akkor úgy lehet kinyitni. Milyen motor van benne? Ez egy 2 literes motor. Két darab dupla Weber karburátorral szerelve. Egy speciális AC pumpa van, másmilyen az elosztó fedele, ezen például lehetett oktánszámot állítani. Tehát ez nagyon érdekes ez a dolog, van egy kis csavar, és tekergethetjük arra, hogy éppen az adott benzin, amit mondjuk egy versenyen be tudnak szerezni, mondjuk egy körversenyen, vagy egy hosszú versenyen, mint a Millemillián, akkor ahhoz tudták éppen az aktuális benzin minőséghez állítani ennek az elosztónak, hogy merre legyen. Egy kicsi előgyújtás, kicsi nagyobb előgyújtás, stb. Tehát ilyen jellegű dolgokat lehetett csinálni. Visszatérve arra, hogy ez 1955-ös, mi volt 1956-tól?
56-tól teljesen más a motorja, például az autónak másmilyen a hátsó lámpája, a karosszériában is vannak változások, az ülései másmilyenek. Tehát 56-tól, 63-ig gyártották egyébként az autót, nagyon szépek azok az autók is, de az igazi gyűjtők, amikor 190-es SL Mercit vesznek, ők az 55-öset szeretik, mert ennek kicsit finomabbak a vonalai, kicsit azok az apró finomságok, amit a gyűjtők értékelnek, azok az, ami ezt nagyjá teszi ezt a verziót. Te honnan szerezted be? Nagyon tetszett ez a forma, és én kimondottan egy versenyautót szerettem volna gyártani, de ahhoz, hogy idézőjelben eredeti 190-es SLR tudjunk mi rekreálni, ahhoz mindenképpen egy 1955-ös autó kellett. Ezt egy barátomtól sikerült megszerezni, katasztrofális állapotban, tehát nyakig volt rohadva az autó, motorja nem ment, az ülések azok szakadozottak voltak, tehát gyakorlatilag egy teljes felújítást kellett, tehát szét kellett szedni, le kellett vágni rengeteg alkatrészelemet róla, újra kellett gyártani. Viszont az érdekesség ennek az autónak az, hogy ami eredeti elemet meg tudtunk őrizni, azt megőriztük, megjavítottuk, feljavítottuk, és azokat építettük az autóban. Honnan tudtok ti ehhez egyáltalán alkatrészt szerezni? Gondolom nem egyszerű. 4 éve készül ez az autó, ez pontosan azért, mert borzasztóan nehéz az alkatrésznek a beszerzése. Ennek az ülése is más, mint egy hagyományos 190-es SL Mercinek, nincs kilincs, ez az ajtaja is más. Ezt én például abból a karosszéria építő műhelyből vettem, ezt az ajtót, ez egy eredeti SLR ajtó, aki annak idején ezeknek a 190-es SL Mercinek a konverzióját végezte hivatalosan. Rengeteg olyan alkatrész van benne, amit be kell szerezni. Vadászni kell rá, és éppen ezért nem tudunk még vele most menni, mert még mindig várunk gyári originális alkatrész, aminek a beszerzése természetesen szinte lehetetlennel egyenlő. Ha működik, ha nem, egy ilyen autónak mennie kell. János, indulunk. Valószínű, indulnánk. Az utazásról jut eszembe, házaló bekopog az öreg paraszt bácsihoz. Nagyon szép utazó bőröngyeim vannak, jó napot kívánok, most minek az nékem? Hát ha uraságot utazni tetszik, teszem azt vonattal, akkor abba rakja a ruháit. És akkor ott fogok ülni pucéren a peronon. A Volkswagen Touran sokak számára, hát hogy is fogalmazzak, nem szép autó. Minden esetre nekem a doboz formájával, a szögletes vonalaival együtt úgy, ahogy van, tetszik. De most jöjjön a kétkedőknek egy olyan Touran, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy csúsz. És az autóval együtt jött Gürtler Tamás is, mert hogy ez a Verda az Abt Tuning cég kezenyomát viseli. Nagyon sok minden ehhez a Touranhoz aptosan nem volt, tehát kénytelenek voltunk ugye a gyár házatáján is szétnézni, megkeresni azokat az elemeket, amivel egy kicsit fel tudjuk ezt az autót dobni. Ha elindulunk innen előről, akkor ugye egyből szembe tűnik a jellegzetes aptos alsó szoknya. Hát egy kicsit viharvert, ugye, hiszen használatban lévő autó. A többi oldalsó részt az pedig gyáriba, a gyári Cross Touranból vettük, tehát tulajdonképpen ez a sárvédő szélesítés és a kiszedt spoiler az onnan van. Az autó impozáns 18 szoros sport AR felnőtt kapott, ami ugye megint csak dob az autónak a sportosságán. Ha már itt tartunk a kerekeknél, a futómű és a fékek? Hát a fékhez nem nyúltunk, de a futóműhöz nyúltunk. Tehát amint látod, a szériához képest ugye lejjebb lett ültetve az autó, és ebben is az ISC technológiás lengéscsillapító van. Tehát igazából az aptos sportfutómű, hogy így mondjam, benne van. Ebben, ha jól tudom, akkor egy 105 lóerős 1.9-es PDTDI motor van. A 105 lóerőből hogy lett 130? Hát természetesen ez egy szoftveres beavatkozás által történt, tehát ugye az Abt alapból ezeket a motorokat úgy optimalizálja, hogy a motorvezérlő egységnek a szoftverét írja át, és tulajdonképpen ezáltal a belső paramétereket, minden paramétert módosítva lesz az autó tulajdonképpen optimalizálva, és ezáltal valamilyen szinten ugye dinamikával is felvértezzük, és ebből lesz 130 lóerő. Ez a legszerényebb tuning, ugye, motorhoz? Így van, hiszen 3 lépcső van az apnál, tehát létezik a power, ami sima szoftveres, a power S, ami ugye, ahol már nagyobb turbót is belerakunk az autóba, és létezik egy power R benzines autóknál, ahol mondjuk nincs beépítve turbó,
de mondjuk ilyen nagyobb autók vagy olyan autóknál, mint mondjuk a TT-knél, ahol kompresszor technológiát alkalmaznak. Ezt lehetne még följebb húzni? Tulajdonképpen ennél az autónál nem. Tehát van olyan autó, amiben van annyi tuning potenciál, amikor tulajdonképpen egy turbócserével nagyobb teljesítményt lehet kicsikarni a motorból, de jelen pillanatban ennél a konstrukciónál csak a sima szoftveres módosítás létezik. Az apnéernökei általában két dolog miatt nem csinálják meg. Az egyik vagy azért, mert nincs rá igény, a másik pedig az, hogy mondjuk a motor, vagy a váltó, vagy a hajtás valamelyik egysége nem bírná azt a többlet teljesítményt, amit mondjuk ezzel a nagyobb turbó beszerelésével tudnának létrehozni. Az mennyiben igaz szerinted, hogy egy jól eltalált motortuning az a fogyasztásra kedvező hatással van? Minél optimálisabban működik egy motor, annál tökéletesebb az égés, ami azt jelenti, hogy annál optimálisabban működik, annál kevesebb tüzelőanyag felhasználással tudok nagyobb teljesítményt kicsikarni az autóból. Ez az apnál abszolút igaz. Tehát ha mondjuk egy szériaautót és egy aptos autót ráraknék egy autópályára, és mondjuk egy tempomatot benyomnék, akkor biztos, hogy az aptos autó kevesebbet fogyasztana, mert jóval optimálisabban működik a motor, mint egy szériaautó. A motorozás szabadabbik válfaja az lenne, amikor céltalanul felpattanunk a paripánkra, és megyünk neki a nagyvilágnak, ilyenkor se óra, se térkép nem szükségeltetik. Oda, amennyiben nem hobbi célból használjuk a gépünket, és el szeretnénk jutni eltévedés nélkül A-ból B-be, hát abban fog nekünk segíteni most állandó navigációs szakértőnk, Jesek Hajnalka. Igen, a motorozáshoz igazad van, egy viszonylag speciális navigációs készülékre van szükség, olyanra, mint például ez a Becker Z100 Krokodil Fantázia nevű navigációs készülék. Az első és legfontosabb tulajdonsága egy jó motoros navigációnak az, hogy vízálló legyen. Nem véletlenül kapott ez a navigáció is krokodil mintázatú burkolatot, mert van egy közös tulajdonsága a krokodillal, mind a kettő vízálló. És gondolom, hogy okos, mint egy krokodil, és ez most nem vicc. A krokodilnak kérem szépen, a testéhez képest igen nagy agya van, éppen ezért képes megjegyezni azt, hogy ki neveli, a nevelőjét nem bántja, sőt, még a nevére is hallgat, pont úgy, mint egy kutya. Hol töltöm föl? Otthon? Hogyha az ember egy rövidebb útra indul, akkor megoldható persze az, hogy otthon feltölti a készüléket, felhelyezi a motorra az úgynevezett a passzív tartót, amit fel kell tenni a motornak a kormányára, és tart addig a navigációnak a feltöltöttsége, ameddig tart. Viszont, hogyha az ember hosszabb motoros túrára készül, akkor érdemes beszerezni egy úgynevezett aktív tartót, aminek a lényege az, hogy a készüléket motorozás közben a motornak az akkumulátoráról lehet tölteni. Egyébként ez a készülék ez azért is kifejezetten alkalmas hosszabb túrákra, mert egy 42 országos Európa térkép van benne, ami azért egy viszonylag széles palettát jelenti úti célok tekintetében, tehát az ember gyakorlatilag egész Európát be tudja járni ezzel a készülékkel. Akár motorral, de autóval is. Doktor úr, a bátyám csirkének képzeli magát. Tényleg? Mióta? 3 éve. Jöhettünk volna előbb is, csak szükségünk volt a tojásokra. Van még egy dolog, amit mindig ki szoktam emelni, hogyha olyan készüléket hozok, amin van frissítési garancia, ez ugye azt jelenti, hogy a megvásárlástól számított néhány napon belül a legújabb térképet föl lehet tenni a készülékre. Ennél a motoros navigációnál természetesen él az a 45 napos frissítési garancia, ami az összes Becker készüléknél megtalálható. Tényleg vízálló? Kíváncsi vagy? Kíváncsi vagyok. Próbáljuk ki. De ezt még vissza kell adnunk? Próbáljuk ki. És ha elfüstöl? Nem füstöl. Nem füstöl? Úriember biztosan nem fogad. Na. Kérem szépen. Ráz! Mit szólt? Tényleg az. Olyan. Hát egy motoros navigáció milyen legyen? De kapcsoljuk be. Kapcsoljuk. A piros gombbal? A piros gombbal? A pirossal nyilván. Tadam. Figyelem, akku lemerült. De bekapcsolt. A 60-as évek vége felé Németországban felröppent a hír, hogy van valahol egy kis csapat, amely Mercedeseket tuningol. A kis vállalkozás valójában egy szerviz volt, amelyet Hans Werner Aufrecht és Erhard Melcher alapított. És a gyár rossz hallását kiváltva valóban azon fáradoztak, hogy erősebbé tegyék a merciket. Azért nem kísérte taps és újongás a gyár részéről ezt a törekvést, mert a kis csapat autói a túrautó versenyeken rendre maguk mögé utasították az eredeti Verdákat.
Ez a rivalizálás aztán 1990-ben megszűnt, ugyanis kötöttek egy szerződést, miszerint a Mercedes saját hálózatán belül fogja értékesíteni az AMG alkotásait. Ahogyan azt már megszokhatták, hogyha luxus vagy modern sportautó, akkor azt Vinnai Miklós kíséri. Miklós, mondok két népszerű modellt, AMG modellt, SL65, 612 lóerő. SLK55, 360 lóerő körül valahol. Két brutális képezet, de valamiért mégis a C63 a leghíresebb. Miért? Ez így van, mind a két autó, amit mondtál, tényleg szörnyen jó. Viszont a C63, hogyha valaki olyan sportautót szeretne, szerintem, amit napi használatban is szeretne használni, akkor talán ezt merném neki ajánlani, a C63-at. Ez egy 4 ajtós, 5-en kényelmesen elférnek benne, csomagtartó is van benne, szóval el lehet benne pakolászni kényelmesen, és tudod télen-nyáron használni. Alapjaiban véve ez pedig egy... Hát alapjaiban viszont egy nagyon komoly sportautó, mert ugyanazt a 63-as motort megkapja, mint mondjuk a nagyobb testvére az S vagy az E osztály, viszont ebben a kis karosszériában ez egy ilyen sportmotort megszegyenítő teljesítménnyel tud közlekedni. Jó, ezt mindjárt kipróbáljuk, de előtte még adós vagyok a névvel, hogy pontosan mit is jelentene az AMG betűhármas, sokkal egyszerűbb, mint gondolnák. Hans Werner Aufrecht, tehát itt van az A betű, Erhard Melcher, megvan az M, a G betű pedig egy Grossasbach nevű településre utal, ahol Aufrecht született. AMG, ennyi. Igazából az AMG új lenyomatait mindenhol észreveheted az autón. Egyedül az alvázhoz, ugye a C-osztályosnak az alvázához nem nyúltak hozzá. Nagyrészt az optikában nyúltak bele, szélesített sárvédőket kapott, sokkal morcosabb motorháztetőt, a lámpák is egy picit módosultak az autón. Még amit kapott igazából, az egy nagyon komplett sportfutómű, brutális erős fékek és kipufogórendszer, valamint az egész belsejét átalakították az autón. Ha megnézed, nagyon komoly oldaltartású sportüléseket kapott, versenykormányt, karbonbetéteket. Egy ízikbéli sportautó. Engedelmeddel akkor kipróbálnám. Mire figyeljek? A gázra, arra nagyon. Igen. Igazából nem kell semmire figyelni. Az elektronika az korrigálja az apró hibákat. Észrevettem itt egyébként egy porraloltót. Ez nem azért van itt, remélem, mert én fogok beégni hamarosan, hanem azért, mert ha jól tudom, ezek a nagy motorok eléggé gyúlékonyak tudnak lenni. Igen, óriási hőt termelnek. És igazából fő a biztonság. Fogták a hatalmas sportmotort és belegyömöszölték a C-osztály ornába. Ennyi a történet, nagyon egyszerű. 6300 köbcenti, 8 henger, V alakban, és most jönnek a nagy számok, 600 Nm-es nyomaték, 457 lóerő, ami egyébként, ha belegondolunk, nem is olyan nagy, mert hát ültünk már ennél erősebb autóban is, de ez valami, ilyen a hangja. És így gyorsul. Azt hihetnénk, teszem hozzá joggal, hogy borzasztóan sokat eszik. Nem, nincs így. 16 liter a vegyes fogyasztása. A futóműben annyi a rugalmasság, mint BKN a toll, de ahogy mondani szokták, ahol fát vágnak, ott forgács is van. Egy ilyen autóhoz ez dukál. Kezdem érteni, hogy miről beszéltél, amikor a gyorsulásról volt szó. Rettenet. Nézzük meg a motort. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy igazából az AMG az egy motor egy ember elvétve, ami annyit jelent, hogy
egy motort egy ember szerel össze, hogy ha esetleg bármi gyári probléma lépne fel, vagy merülne föl, akkor vissza tudják keresni, hogy ki volt éppen az aktuális motornak az összeszerelője. Ki volt a hibás? Így van, hogy ki volt a hibás esetleg a motor összeszerelésénél. Itt látod is egy kis plaketten, hogy aláírja az összeszerelő, itt Timo Bomzerg volt az összeszerelő. De hát, ahogy én elnéztem, szerintem ez az úriembert nem fogjuk mostanában megkeresni. Valószínűleg nyaral, töltél jól megérdemelt szabadságát, mert jó munkát végzett. Így van. 250 km/h a végsebessége. Majdnem azt mondtam, hogy gyárilag, de hát a tuning műhely által megadottak szerint. Viszont, hogyha valaki elvégzi az AMG-nek a vezetéstechnikai kurzusát, akkor ezt a tuning cég hajlandó megemelni 280-ra, de és szerintem már ez is sok. És igazából az a 280 is még egy elektronikailag szabályzott kilométer. És ha azt kiveszük, akkor csillagos ég? Hát valahol 330 körül van a V-max kivitel. 330? Amiben nincsen gyárilag tiltás, így van. Te jó ég. Ennyi maradt az autóból, és ennyi volt már a Sportperda. Legközelebb egy hónap múlva jövünk ismét, addig is minden jót önöknek, vigyázzanak magukra!